Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok. Jöjjön egy kis Destiny 2 újabb sztorizgatás. Ha nem láttátok az előző videókat, Destiny 1-2 története, illetve a Leviathan raidnek a története, javaslom, ugorjatok a csatornámra, vagy csak írjátok be a keresőbe. Nézzétek meg, mert akkor úgy képbe lesztek, hogy hogy kerülünk mi idáig is, és most szeretnék egy kicsit beszélni az Eater of the Worlds raidről, mindig Leviathannak hívom, már kettő tulajdonképpen ugyanaz. Mi ez az Eater of the Worlds? Konkrétan az Eater of the Worlds egy nagy bolygó zabáló izé. Űrhajó. Na, oké. Na de hogy kerül ez mi naprendszerünkbe, és ki az, és mi az, és hogy irányítják, ugyebár? Nos, amikor a Kabal császár állulásnak lett kitéve, név szerint Kálosz, ugye elárulta őt az ő tanácsa, élen góllal, Dominus góllal, és ugye elűzték őt, számízték őt a Leviatánra, a.k.a. az Eater of the World-re, és beprogramozták ezt a szott nagy űrhajót, hogy minél távolabb menjen a Kabal birodalomtól. Nos, azért hosszú százalékon keresztül az űrhajónak az irányítási rendszere konkrétan csődöt mondott, és valahol ott a messzi sötétségben a császár mondhatni úgy, hogy így magára ébredt, de ugye a Wikipedia szerint így, hogy is mondja, megtalálta a sötétséget, azt a sötétséget, ami ellen az utazó harcol, mondhatni így, és visszatér, tehát most, hogy csődöt mondott az irányítási rendszer a Leviathan, a.k.a. Eater of the Worlds-ön, ő úgy döntött, hogy visszatér ezzel a szott nagy űrhajóval, és konkrétan valahogy úgy mondhatni, bosszút esküdött az árulói ellen, köztük a saját lánya ellen is, ugyebár. Úgyhogy bizonyos leveleket hagyott hátra, vagyis miután megtudta, ugye, hogy Dominus Gaul meghalt végül is, leveleket hagyott hátra mindenkinek, aki őt elárulta, és ezekben a levelekben ugye halálra ítél őket, de ezt elmondtam az előző videóban is. És végül kapunk ugye tényleg egy meghívást az Eater of the World-re. Nos, a meghívásnál pedig egy adventure-ben kell részt venni, ami Nessus-on található, Invitation from the Emperor, és ott jönnek masszív célzások arra, hogy valaki elküldte a Kabalt Nessus-ra, hogy adatokat gyűjtsenek a bolygóról, és megnézik, hogy megfelelője, most kapaszkodj meg, megfelelője arra, hogy felségi bort csináljanak belőle, bort, mert hogy ez az óriási nagy űrhajó bolygókat képes benyelni, amit aztán feldolgoznak borrá, és a bort ugye a Kabal világban, tehát a Kabal bolygón található virággal keverik össze, és attól lesz olyan felséges. Öcsém, ezek létrehoztak egy baszott nagy űrhajót mindazok számára, csak azért, hogy egy bort csinálnak belőle, tehát konkrétan kinézik maguknak a bolygót, benyelik, szevasz belőled, már a bor lesz a császárnak, ne haragudjatok, egy teljes fajt képesek ugye emiatt elpusztítani, és ugyebár miután visszatért a mély sötétségbe ez az űrhajóval a mi naprendszerünkbe a császár, Nessus bolygója mellett kötött ki, és már elkezdte mondhatni úgy, hogy felzabálni, és hogyha csodálkoznátok, hogy kerül bele a Vex ebbe az űrhajóba és ebbe a raidbe, hát így kerül bele a Vex ebbe az űrhajóba, hogy már konkrétan így be lettek zabálva, félig meddig megemésztve, és ugye itt ebben a raidben győzzük le ugyanazt a boss-t, aki a Curse of Osiris DLC-ben benne van tulajdonképpen, hogy ne térhessen vissza, és többi, és többi. Na, de így kerül a koncepcióba, a Leviatánba ez a rész, és ugye a Leviatán teljes szerkezetén végigmegyünk, amire elérünk a már Nessusnak egy felszívott, meg félig megemésztett darabjába, ahol legyőzhetjük ezt a boss nem kevés csapat munkával. Hogy őszinte legyek, és
nem feltétlen könnyű challenge-ekkel. Annyit kell, azt kell mondjam, hogy nagyon fantáziadúsan vannak megoldva, mind a két raid fantáziadúsan van megoldva. Destiny 2-ben nem egyszerűek, és tényleg magas szintű csapatmunkát igénye, úgyhogy aki így először vág bele a raidbe, megvan a csapata, és amúgy javaslom nektek, hogyha szeretnétek raidezni, mert ezt csak csapatban lehet csinálni, akkor a Destiny 2 magyar PC közössége rendelkezésetekre áll, illetve a TNA The Necro Army, a mi Discord szerverünk is rendelkezésetekre áll, link a leírásban, a videónak a leírásában. És ott lehet mindig csapatra találni, akik elmennek rédezni, mert érdemes, jó cuccokat dob, és sok mindent dob. Nos, srácok, nagyon-nagyon más nem lehet elmondani magáról az Eater of the Worlds-ról, azon kívül csak egy nagy harcsa kinézetű bolygózabáló izé, és több mint valószínű Destiny 3-ra Nessus már nem fog létezni. De ez lenne az Eater of the Worlds, egy egész jó raid, egész jó történettel, és ki gondolná, hogy hát számomra a Kabal volt a legkevésbé érdekelt faj, tehát ebbe voltam a legkevésbé érdekelt, nem is nagyon úgy érdekeltek, mert nem tartottam őket sokra ebből a szempontból Destiny 2-be, és kiderül, hogy technológiailag és ők az egyik legfejlettebb faj, hogyha így nézzük mondjuk a Vex mellett, tehát se a Fallen, se a hogy hívja, a Hive, tehát ők sehol, tehát úgy tűnik emellett, hogy Vex és a Kabal mellett még úgy sehol se vannak nagyjából, amikor ilyen létesítményeket képesek létrehozni. Ugye a Vex időben utazni is félig meddig robotikus faj, tehát nem teljesen robotikus faj a Vex amúgy, tehát van bennük organikus is, és ugye tudják manipulálni a teret és az időt, a Kabal meg bolygópusztítókat épít konkrétan. Nos, srácok, meg nappusztítókat és mindenfélejét, szóval nem egy rossz történet ez a Destiny 2. Srácok, köszönöm a figyelmem, használjátok a Discord szerverünket, áll rendelkezésetekre, Facebookon megtaláltok Necroclima, tetszett a videó, dobj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, a következő videóig, sziasztok!